A készülődés, a várakozás felfokozott, reménytelien boldogságos perceiben köszöntöm Önöket, immár a negyedik évben. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk, hisz közeleg az év legboldogabb napja, a születés ünnepe a karácsony. A keresztény világban a karácsony Jézus születésének az ünnepe. Mit is jelent advent? Sok embertársunk keres valamit, de nem igazán tudja, hogy mit. A megoldás nagyon egyszerű, csak egy szentírás kell hozzá, na és az elköteleződés, az akarat, hogy belelapozzunk és olvassunk a Mesiás, a világot megváltó Jézus eljöveteléről. Az advent alapgondolata a megtestesülésben közénk érkező Jézus Krisztus eljövetelére való várakozás. Az összes előkészület, az ajándékok tömege, a gondosan előkészített ünnepi vacsora sem pótolhatja azt, amit a hit ad számunkra. Nézzünk hát szét először a lelkünkben. Lakozik-e bennünk igazi béke, szeretet? Az ünnep előtti sürgésforgásban jusson idő szeretteinkre, közelebbi és távolabbi hozzátartozóinkra, mulasztásainkat ne a csábító ajándékkal akarjuk jóvá tenni. Negyedik alkalommal készült el Gémes László polgármester úr kedves feleségének, Vajda Gabriellának az ötlete nyomán és irányításával településünk főterén a községi adventi koszorú, melynek megvalósításáért nagyon sokan és sokat tettek. Önzetlen összefogás eredménye az, hogy most fiatalok és idősebbek együtt várunk arra, hogy fellobbanjon az első gyertyalángja. Mellette már áll a betlehemi jászol, a karácsonyi esemény legbeszédesebb szimbóluma, melyben a Szent Családon kívül a három királyok is jelen vannak. Viszont Andrássy Elemér atya első alkalommal van itt velünk ezen a szép ünnepen. Felkérem plébános urat gondolatai tolmácsolására és az első adventi gyertya meggyújtására. Kérem, hogy minden vasárnap legyen itt velünk, támogasson bennünket az ünnepre való felkészülésben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Testvéreim, most, hogy az advent elközelgett, e szent idő kifejező jelképén, az adventi koszorún kigyúl az első gyertyalánk. Azért gyújtjuk meg, mert a fény Krisztust jelképezi, aki a világ világosságának mondotta magát, és akarjuk, hogy az ő fénye elűzön életünkből minden sötétséget. Éppen ezért nem elég csupán a koszorún meggyújtani egy csodálatos fényt, hanem meg kell gyújtanunk a mi szívünkben is, hogy Krisztus fényében járhassunk. Mielőtt azonban meggyújtanánk rajta az első gyertyát, kérjük magunkra és Isten áldását, ugyanakkor családjainkra egyaránt. Könyörögjünk! Kegyelmek osztogatója, irgalmas Istenünk! Alázattal kérünk, áld meg ezt az adventi koszorút, amely az ószövetségi messiás várás évezredeire emlékeztet minket, de figyelmeztet is, hogy az új egyház évben a mi lelkünkbe is eljön Krisztus. Add, hogy komolyan vegyük a Szentírás szavát, amely figyelmeztet, hogy fölébredjünk az álomból, hiszen üdvösségünk közelebb van, mint mikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük le tehát a sötétség tetteit, és öltsük föl a világosság fegyvereit Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy az Úr eljövetele
amelynek titkát a közelgő ünnepeken megüljük, ébren és fölkészülten találjon minket. Istennek dicsőséges fia, Jézus Krisztus, te a szeplőtelen Szűz Máriától megváltásunkért a világra születtél. Jöjj el és add, hogy az a szeretet, amely téged a bűnt kivéve mindenben hasonlóvá lett hozzánk, szabadítson meg minket vétkeinktől, Krisztus amiurunk által. Amen. Kedves jelenlevő testvéreim! Az adventi készülődés időszakában sokunkat foglalkoztat az a radikális kérdés, hogy miképpen várjuk Krisztus Urunk születésének szent ünnepét. Vajon tehetünk-e valamit azon túl, hogy megvásároljuk az ajándékokat szeretteinknek, vagy feldíszítjük a lakásunkat különféle pompás, csillogó díszekkel. Szemmel láthatóan már beindult ez a külső jel, ez a külső folyamat karácsonyra készülve. A külső készülődés már nagyban folyik, de valaminek belül is el kell kezdődnie, mégpedig a lelki ráhangolódásnak. Talán ez a legnehezebb folyamat a keresztény ember számára. A karácsony igazi megünnepléséhez jól ki kell használni az adventi szent napokat. Napokról van szó, múlandó napokról. Ezek a napok vihetnek úgy is minket az ünnephez, mint ahogyan a mozgó lépcső szállítja a vásárlókat. A lépcsőn állóknak az a céljuk, hogy fölérjenek az adott szintre, de hogy közben mi történik a lépcsőn várakozva, az mellékes. A napok gyorsan telnek, és egyre közelebb kerülünk a szent ünnephez. És a nagy kérdés, hogy teszünk-e valamit a lelkünkkel ezekben a karácsonyhoz vezető napokban? Nagy kérdés, hogy csak megérkezni szeretnénk-e a karácsonyhoz, vagy az advent, vagy az odavezető napokat valós lelki töltekezéssel, készülődéssel akarjuk eltölteni. Föltehetjük újra a kérdést. Mit tehetünk tehát az Úrra várakozva? Útat kell készítenünk az érkező Messiás részére. Az útkészítés előtt szükséges, hogy pusztává legyen mindannyiunk lelkem. Pusztává kell tenni, hogy ne legyen benne semmi olyan, ami akadályozná a lelki útépítést tőlünk egészen Krisztusig. Még mielőtt a lelki útépítésbe kezdünk, félre kell tennünk az aggodalmaskodás köveit, a pénzhiány és a vásárlási láz bogáncsait, a harag és a meg nem bocsátás korhat fáit, s minden egyebet, amely úttorlasz lehet a Messiásnak épülő út előtt. S az eképpen megtisztított felületet töltsük be a várakozás szent és meghitt örömével, és ugyanakkor imádsággal. Jó lehet, mindez nem könnyű feladat. Talán nehezebb az útnak elkészítésében dolgozni, mint magát, az utat megépíteni. Jó lehet, a bogáncsok könnyen visszanőnek, minden akadály kiújulhat, de ez ellen újra meg újra tennünk kell valamit a várakozás fényében. Az adventben ezt a jó értelemben vett pusztává tételt tartom én az egyik legfontosabb tartalmas feladatnak.
hogyha erre odafigyelünk, és vigyázunk arra, hogy a Messiásnak szánt úton kívül ne épüljön semmi más, akkor az advent napjaim tényleg az igazi karácsony ráhangolódásáról fognak szólni, amelyen rajta lesz az Úr áldása is. Ne felejtsük el, kedves testvéreim, amilyen az adventünk, amilyen a várakozásunk, amilyen a készülődésünk, olyan lesz majd a karácsonyunk is. Én ezekkel a rövid gondolatokkal kívánok a polgármester úrnak és családjának, az alpolgármester asszonynak és családjának, a jegyző asszonynak és családjának, minden intézményvezetőnek és dolgozónak, minden kedves jelenlévőnek és családjaiknak, és minden kedves szegvári lakósnak lelkiekben gazdag, tartalmas adventi időszakot és igazi megérkezést a betlehemi kis Jézus elém. Amen. Oh, Saint Lilac,
jöveteli a Messiásnak. Így az áldók, így unok mondta, a szép paradicsomban megtöri majd tevéd fejed egy asszony magva. Nemzetéből világja vára. Zsoltárokban Szent Dávid ajka, akit szólót biztatva, szíkében fog uralkodni királyi maga. Izaiás így jövendő le, kímé lesz a gyökerem, eszüterem új világnak nevelésére. A veszőnek drága virága, csillag és fa virága, Máriától jött a világra. Már arról is megemlékezünk, bízó szívvel készülünk, eljön újra a világ végén, s megítéltetünk. Hívjük az én mindnyájunk urát, lelkünk keges bíráját, állítsa majd jobbja felül hívei nyáját. Testvéreim, kérjük Jézus Krisztus, aki mindnyájunk öröme és boldogsága, hogy jöjjön el és legyen velünk életünk küzdelmeiben. Jézusunk, az ószövetségi igazak vágyakozásával várunk téged, eljöveteleddel örvendeztes meg minket, kérünk téged, hallgass meg minket. Jézusunk, te a mi megváltónk vagy, jöjj és tisztíts meg minket, ember voltunk minden gyarlóságától. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jézusunk, te nem írtóztál magadra venni a mi halandó természetünket. Jöjj és védj lakást szíveinkben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jézusunk, te azért jöttél, hogy életünk legyen. Add meg mindnyájunknak az örök életet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jézusunk, te ismered emberi természetünket, ismered a mi álhatatlanságunkat. Add, hogy ebben az adventi időben tett elhatározásainkhoz kitartóak tudjunk lenni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és üdvözítőnk, megtestesülésed által közénk jöttél, hogy a látható alakban is velünk legyen a láthatatlan Szent Isten. Add kérünk, hogy a kegyelmed sugara messze űzze tőlünk a bűn felhőit, és születésed szent titkát tiszta örömmel ünnepeljük, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. A mindenható és irgalmas Isten, akinek egyszülött fiáról hittel valljuk, hogy eljött közénk, és várjátok, hogy újra eljön az idők végén, szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével, és árassza rátok gazdagon áldását. Amen. Amen. Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között álhatatosak maradjatok a hitben,
örvendezők a reménységben, és tevékenyek a szeretetben. Amen. Ti, akik most megváltunk test szerinti eljövetelének, szívből örvendeztek, dicsőséges második eljövetele idején, nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atyam, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Megköszönöm a megtisztelő fölkérést. Kívánok mindenkinek további szép, csendes, tartalmas vasárnapot. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen. Pásztor lenni, vagy bőr, 2000 évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönni? Mondd csak mit tennél, vajon mit tennél, a jászolhoz ugye eljönni? Ha pásztor lennél, vagy bőr, követnéd-e azt a csillagot? Vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott? Vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott? Gyere el a jászolhoz még ma éjjel, találkoznod kell Isten szeme fényével, ne keresd itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot. Gyere el a jászolhoz még ma éjjel, találkoznod kell Isten szeme fényével, ne keresd itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot. Ha pásztor lennél, vagy bős, 2000 évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél? Vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél? Ha pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd-e azt a csillagot? Vajon hinnél annak az angyalnak, aki meglátogatott? Vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott? Gyere el a jászolhoz még ma éjjel, találkoznod kell Isten szeme fényével, ne keresd itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot. Gyere el a jászolhoz még ma éjjel, találkoznod kell Isten szeme fényével, ne keresd itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot, keresd azt, ki megváltja a világot. Gyere el a jászolhoz még ma éjjel. Megköszönöm tisztelendő úr iránymutatását, a Magyar Nóta Klub és Kultberg György műsorát. Tisztelt jelenlévők! Fellobbant az első adventi gyertyalángja, elkezdődött a reményteljes várakozás ideje.
Meg kell tanulnunk ezekben a napokban, hetekben jobban egymásra, embertársainkra figyelni. Vegyük észre azokat, akik nálunk jóval nagyobb, számukra talán megoldhatatlan problémákkal küszködnek, és próbáljunk segíteni rajtuk. Figyeljünk a környezetünkben élő, magányos, elesett emberekre. Nőjön meg bennünk az érzékenység mások problémái iránt. Mindenkit megkérek, aki teheti, segítsen abban, hogy településünk nehezebb sorsú lakói számára is gondtalanabb, szebb legyen az ünnep. Hozzák el a művelődési házba a jó állapotban lévő ruhaneműket, gyermekjátékokat. Aki teheti, hozzon tartós élelmiszert vagy pénzadományt, hogy a rászorulókon segíthessünk. Nem az értéke számít, hanem az, hogy jó szívvel, szeretettel adjuk. Előre is megköszönök minden adományt. Tisztelt jelenlévők! Az ünneplés csak annak jelent valamit, aki részt vesz benne. A jövő vasárnapra, advent második vasárnapjára hívják el ide rokonaikat, barátaikat, hogy még többen legyünk részesei a reményteli várakozásnak, a lelki készülődésnek. Hétközben álljunk meg egy-egy pillanatra meghitt helyen. Itt megcsendesül zajos életünk, ahol érdemes megállni, csendben reménykedni egy kicsit. Természetesen vigyázzunk is rá, hogy a negyedik vasárnapra és karácsonyra is ugyanilyen pompában gyönyörködhessünk benne. Mindenkinek hálásan megköszönöm, aki hozzájárult a mai ünnephez. Legyen szó anyagról, munkáról, műsorról, bármilyen apróságról. Végezetül szeretnék önöknek elmondani egy tanmesét. Egy erdei kisházban egy idős néni lakott. Egyik délután furcsan ezt hallott. Kinézett a ház kicsiny ablakán, a túlparton egy leányka állt. Hullottak az aranybarna levelek a kislányra, őszi árnyékok szálltak szőke hajára. Nevetve táncolt a kósza falevelekkel, közben visszagondolt a nyárra szeretettel. Az idős néni nevetve nézte a kislányt, és közben lerajzolt egy szivárványt. Fogta a papírlapot, és kiment a házból. A kislány észrevette, és kizökkent a táncból. A néni integetni kezdett az aranyhajú gyermeknek, és szólította kedvesnek. Amíg te táncoltál a falevelekkel, én szivárványt rajzoltam vén kezemmel. Eszembe jutott gyermekkorom világa, ahogyan emlékeimben éltem, lélekben ismét hazatértem. Mire gondoltál, kislány, amikor ilyen szépen táncoltál? Én bizony a nyárra gondoltam, vissza akarom, de azon nyomban. Ne akard azt vissza, angyalom. Meglátod, lesz még rá alkalom. Ez az évszak is varázslatos, és igencsak valóságos. Mert hidd el, ősszel is élhetünk át szép perceket, varázsolhatunk emléktárunkba mesés képeket. Sétálj a ropogó avarban, nézd a kacsákat a tavakban. Édesanyám mondta mindig nekem, amikor még a földön élt velem. Játsz minden nap gyermekeddel, ismerkedj össze a természettel. Menjetek ki az erdőbe, kapaszkodjatok meg egy szellőbe. Gyűjtsetek erdei kincseket egy kosárba, vigyétek be őket a szobába. Keressetek nekik megfelelő helyet, ahol az ünnepi asztal dísze lehet. Engedjétek el a múló gondolatokat, adjatok kilincset a nagy gondotoknak. Sepelj ki minden rosszat lelkedből, töltődj fel szeretetből. És néni, te megfogadtad anyukát tanácsát? Hát persze, aranyom, a gyermekem az egyetlen csillagom. Ő is itt lakik veled ebben a kiskunyhóban? Elfértek ketten? Nem, nem lakik már velem, már régóta nem keres engem. Nem bízok már abban, hogy látom még az életben, hogy egyszer összefutunk véletlen. A kislány nem értette, miért lát szomorúságot a néni szemében, és miért nem bízik már gyermekében. Én mindennél jobban szeretem az édesanyámat, és ha majd öreg lesz, megosztom vele a szép azámat. A néni megtörölte könnyes szemét, és összetette két kezét. Egészen egyedül volt mostanáig, de ez a kislány boldoggá tette pár óráig. A kislány megígérte neki, hogy eljön máskor, mondjuk karácsonykor.
Ezzel vidáman elfutott, a néni pedig házába újra bejutott. Eltelt 2 hét a történtek óta, amikor a néni éppen az ablakot tisztogatta. Látja, hogy jön a kislány, és vele jön egy nagyobb lány. A szeme már nem volt a régi, az ablakot csak figyelgeti. Gyorsan sietett ajtót nyitni, de az ajtóban nem tudott szóhoz jutni. A lánya volt a kislánnyal, kezében a rajzolt szivárványjal. A kislány megkereste a néni lányát, elmondta neki édesanyja magányát. Bánta, hogy eddig nem kereste, de a sok feladata miatt nem tehette. Nem jutott ideje édesanyjára, elfoglalta a sok munkája. Csak nézte az arcát, megöregedett, gondolta magában, eres kezét megfogta, és azt mondta: bocsáss meg nekem, anyukám, amiért nem látogattalak munka után. Sajnálom, hogy nem voltam itt veled, hogy együtt éljük meg a szép perceket. Nem haragszom, édeslányom, megértem én a világot. A fiataloknak dolgozni kell állandóan, itt voltál velem minden álmomban. Sírva borultak egymás nyakába, ettől a perctől kezdve mindig időt szántak egymásra. Tisztelt jelenlévők, még van 4 hetünk arra, hogy a karácsonyt, az egyik legszentebb és egyben legörömtelébb ünnepé tegyük szeretteink és a magunk számára is, amihez talán az általam elmondott mese is segítséget nyújt.